Köszöntöm a stúdióban Tóth Gergelyt, aki időt szakított arra, hogy velünk leüljön itt egy pár percet. Tudom, hogy rengeteg ideje nincsen, nagyon elfoglalt. Most éppen hová készül az interjú után? Megkérdezhetem? Hát interjú után szerencsére megyek haza. Az is fontos program. De szerencsére a városnak elég sok beruházása van és projektje, úgyhogy el vagyunk látva. Unatkozni nem szokott. Nem. Nagyon szigorú időbeosztása élhet, nem tudom hány diplomája van már, amire mindig fel kellett készülni és tanulni kellett. Hát 4 diplomám van már meg, és most az abszolutórium megvan, és még le kellene adnom egy diplomunkát ahhoz, hogy az 5. is meglegyen. Nem túl szigorú magához, hogy mindig tanulni. Tudom, a jó pap holtig tanul, de ez a pályázati referense is érvényes, ez a mondás. Még ha nem is vallásos. Alapvetően az első diplomám az településmérnök, és amire végeztem, a tervezési jogosultságot a minisztérium elvonta a főiskolai oklevéllel rendelkező településmérnököktől, ezért ahhoz, hogy a munkahelyemen, ami a VÁTI volt, ez a Magyar Regionális és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, úgy gondoltam, hogy a gazdasági végzettség az előnyt ér, hiszen egy tájépítészt, egy építészmérnök nem szeret számolni, és minden beruházásnak van a gazdasági oldala, így adódott, hogy akkor másoddiplomának gazdasági végzettséget szerezzek. A 3. diploma az azért volt jó, mert egyrészt a cég is támogatta, másrészt a településeknek van külterülete, ami általában mezőgazdasági, erdészeti terület, de ott is a gazdasági agrármérnök szakon, ami már egyetemi végzettséget adott, alapvetően területfejlesztési szakirányon végeztem, és az volt az elképzelés, hogy akkor talán kapok tervezési jogosultságot, de még akkor sem, és igazából 2012-ben, amikor a felsőfokú urbanisztikai szakmérnöki képzésre elmentem, ez gyakorlatilag olyan, mint a MSC képzés, utána most már mesterképzés, és azt követő 6 évvel most kérelmezhetném, hogy legyen település tervezési jogosultságom. Közben váltott munkáját is, ugye annak idején még a Balaton törvény kidolgozásában is részt vett. Ön szerint hogy sikerült ez a törvénycsomag? Az első munkahelyem a VÁTI volt, és az volt a nagy szerencsém, hogy dr. Laposa József volt a közvetlen főnököm, illetve Müller János a nyugalmazott megyei főépítész mellett kezdhettem el dolgozni. Veszprém megye területrendezési tervét készítettük, tehát egy évig a veszprémi kihelyezett irodában dolgoztam, majd utána felkerülhettem Budapestre, és Somogy megye területrendezési terve mellett akkor készült a Balaton kiemelt üdülőközlet területrendezési terve, amit később, amikor a törvényt elfogadták, Balaton törvény néven ismert meg a közvélemény. Én úgy gondolom, hogy a törvény alapvetően hasznos volt és szükséges volt, és még szigorúbbnak kellett volna lennie. Igen, hát annak, hogy emlékszem, sokan támadták is emiatt, hogy ez se szabad, az se szabad, de ahhoz képest sokat változott a helyzet, nem? Most már szinte minden szabad. Tehát vége ennek a Balaton nem, törvénynek? Vagy? A Balaton törvényen elég sokat enyhítettek, de a törvény továbbra is él, csak beépítették egy átfogóbb jogszabályba, és alapvetően a törvény készítését követően kellett, hogy elkészüljenek a településeknek a rendezési tervei. Tehát gyakorlatilag a Balaton törvény beépült a települések rendezési tervébe, és hozzá kapcsolódóan a partmenti településeknek egy úgynevezett vízpartrehabilitációs tervet is el kellett készítetniük. Tény, hogy történtek enyhítések, de alapvetően még ma is a településeknek a rendezési terve rengeteg lehetőséget, illetve korlátozó tényezőt is tartalmaz.
Most nyilván az előletének is köze van ahhoz, meg az itt végzett munkának. Tényleg mikor túl dolgozik Ajkán? Hány éve már? Én 2003-ban, lassan 20 éve. Lassan 20 éve lesz, igen. Hogy most júniusban nem protokollás interjút szeretnék készíteni, de hát akkor is nem tagadhatjuk le, hogy a közszolgálatért elismerést kapott. Milyen gondolatokat ébresztett önben ez a mondjuk 19 éve elismerése? Meglepődtem rajta, tény, hogy nem számítottam rá. Most már nem volt ideje ezen törni a fejét, mert mindig dolgozott. 20 éve vagyok köztisztviselő, tehát majdnem, hogy a 20 éves jubilálásra kaptam, de tény, hogy egy motiváló dologként élem meg, hogy megkaptam ezt az elismerést. Mennyire magányos szakma az öné? Gondolom, sok emberrel találkozik, sok emberrel konzultál, menedzselni kell feladatokat. Kikre számíthat elsősorban? Kik a közvetlen kollégák? Én gondolom, hogy a projekt tervezés sosem egy személyes dolog. Ezt mindig csapatba lehet és kell is csinálni. Alapvetően a stratégiai és fejlesztési részleg a hivatalba az ilyen pillanatban két fős, Badacska Vivien a kollégám, viszont két hét múlva elmegy szülési szabadságra, úgyhogy új kollégát kellett felvennünk. Viszont a hivatal több részlegével, több osztályával szorosak az együttműködések. Legszorosabb az építési irodával az együttműködés, illetve nagy segítség a Kristályvölgy Egyesület, ahol Varga Andrea és Dalagó Gabriella dolgozik. A humán irodáról pedig Jakab Johannával vagyunk szoros munkakapcsolatban. Említette az építési irodát. Ha jól emlékszem, hogy most éppen ilyesmit tanul, ilyen városépítészetet? Nem, energetikai szakmérnöki képzést kellett elvégeznem. Tény, hogy ezt már egy kicsit mérgesen végeztem, mert voltak negatív tapasztalataink a tervezőkkel, az energetikusokkal. Majd én megmutatom ezt? Nem, hanem ez a terület most kiemelten előtérbe került. És azt láttam a különböző fejlesztéseknél, hogy az energetikai területén muszáj előrelépni, teljesen másképp gondolkodni. Ez nagy mértékben segítséget adott, hogy láttuk, hogy a testvérváros Vejc milyen fejlesztéseket csinál. Mi a város is már több napelemes rendszert telepített, energetikai felújításokat végeztünk intézményeknél, viszont a tervezésnél, kivitelezésnél mindig előjöttek olyan problémák, amin úgy láttam, hogy muszáj egy plusz tudást szerezni ahhoz, hogy hatékonyabban tudjam. Ezek milyen jellegű problémák voltak? Említene egyet esetleg? Különböző technikai megoldások közül kellett választani, és a tervező mondott egy megoldást, és megtervezett, a kivitelező meg azt mondta, hogy sokkal egyszerűbben lehetett volna, vagy másképpen lehetett volna, vagy pedig maga az energetikus nem számolt úgy, ahogy nekünk jó lett volna, és ahhoz, hogy megértsem, hogy akkor mit kinek számol, van igaza. Kinek van igaza, ez az kellett, hogy tudjam, hogy amit letesznek anyagot, abban mi van bent. Tehát, hogy lássam, hogy azok az értékek ténylegesen valósak-e, és mert egy pályázatnál egy dolog, hogy megépítjük, vagy megvalósítjuk, viszont fenntartási kötelezettség van, és az ötödik év végén, amit vállaltunk, azt be kell bizonyítani, hogy megvalósult. Hát és igen, itt nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy projekt tervezése, előkészítése az átadásig, ez kb. 7-8 év is megelőzi. És amit akkor számolunk, azt utána 15 évvel kérik számon majdnem, hogy. És ezeket tudni kell, hogy legalább nagyságrendileg, hogy amit egy tervező leír,
azt 15 év múlva, amikor a pályázat teljes lezárása megy, a fenntartási időszak lezárása, akkor az ténylegesen megvalósítható. Hát most az előbb azt akartam mondani, hogy gratulálok annak, aki megmondja a mostani energiaárváltozások mellett, hogy mi lesz 15 év múlva, de hát biztos erre is vannak kapaszkodók, amit be lehet építeni a tervezésbe. Említette a testvérvárost, Vejcet. Most itt is járt ugye Vejci küldöttség, sőt, Ajkáról is járt egy küldöttség Vejcben. Nem volt a tagja véletlenül ennek a... De, és az a... Mit látott? Az a szerencsés, hogy Vejc testvérvárosa rendszeresen, most már az elmúlt években rendszeresen szakmai fórumra és ilyen konferenciákra hívja a testvérvárosait. 17-ben kezdődött, majd 19-ben is volt, és ez most folytatódott, hogy egy két-három napos szakmai egyeztetésre invitálja a testvérvárosokat, és akkor volt olyan év, hogy csak az ő fejlesztéseiket mutatták be, de inkább ez ebben az irányba tolódik, hogy mind a két, vagy adott esetben mind a négy testvérváros, mert Offenburg, illetve egy lengyel testvérváros is szokott jönni, közösen megbeszéljünk a projekteket. Van-e valami konkrét, ami ötletet adott mondjuk a legutóbbi Vejci látogatás, hogy ebbe az irányba el lehetne mozdulni például Ajkán is? Már korábban egyeztettük, hogy milyen tartalmú projektek vannak nálunk folyamatban és náluk. Tehát már úgy történt a mostani szakmai egyeztetés, hogy előre leegyeztettük, hogy milyen irányú fejlesztések érdekelnek minket kiemelten. Az egyik ilyen típusú elképzelés a kriptongyár fejlesztése, ahol egy olyan épületet kell felújítani és energetikailag racionalizálni, ahol nem szeretnénk kívülről burkolni az épületet. Hát a külső jellege megmaradjon. Igen, tehát a külső jellege megmaradjon, tehát hogyan tudunk úgy energetikai fejlesztést megvalósítani, hogy nem burkoljuk be 25 centi vastag nikkel-cellel vagy... Már pedig ugye alapszabály, én úgy tudom, a szigetelésnek kívül kell lenni, mert a hőtartó De vannak anyagok, más megoldások de vannak is, más illetve hogy hogyan lehet az energia felhasználását ennek az épületnek gazdaságosan tenni. Illetve a városnak van egy már elnyert projektje, amikor úgynevezett okos hálózatot szeretnénk kialakítani. A projekt keretében nem egy város, tehát nem csak Ajka, hanem Ajka, Várpalota, Balatonfüred és Tapolca működik együtt, és közel 70 épületre szeretnénk okos villanyórát telepíteni, valamint városonként egy-két napelemes rendszert letelepíteni, és az okos villanyórákkal egyrészt mérni szeretnénk az épületek energia felhasználásán, tehát láthatóvá tenni saját részünkre, hogy negyedórás bontásban, például negyedórás bontásban hogyan alakul az intézménynek az energia használata, és ezáltal be tudjunk avatkozni az energia felhasználásba, tehát a dolgozókat hogyan tudjuk rávenni, hogy kevesebb áramot használjanak. Másrészt ezeket az épületeket szeretnénk összekötni virtuálisan, illetve hálózati szinten, és abban az épületben, ahol van napelem, de éppen akkor nem tudja felhasználni az áramot, az ne a hálózatba termeljen vissza, hanem a hálózaton keresztül lenne akkor a szomszéd házak között intézménybe. Uh-huh. És a Vejci kollégáknál egy hasonló projekt van kidolgozás alatt, de ők abba tovább mentek, hogy már van olyan projektjük, ahol nem csak az épületet egészét nézik, hanem már az irodákat is, tehát mutatta az igazgató úr, hogy gyakorlatilag meg tudja nézni, melyik irodában mennyi energiát fogyasztanak, föl van-e kapcsolva a lámpa, nincs fölkapcsolva a lámpa, és ők közvetlen összeköttetést építenek ki az épületek között, egy önálló hálózatot, és már energiatárolást valósítanak meg. Úgy emlékszem, hogy 3 évvel ezelőtt talán járt itt egy kínai küldöttség Ajkán, és
okos óra, hát gondolom elektromos mérőóra gyárat szerettek volna építeni, de azóta nem hallottam róla. Ez a projekt akkor csak egy megbeszélés. Én nem is hallottam a TV tudósított róla, de majd utána esetleg megbeszéljük. A másik, annyit mondtuk, hogy okos, hogy akkor nézzük már meg, hogy mi van az okos háza. Ugye, ami Ajka Campus lett, de mint okos ház projekt talán tovább él, ha erről tudna valamit mondani. Itt van egy régi felvétel, vagy madárlát távlatból. Tehát alapvetően ezt az épületet mindenki úgy ismeri, hogy a kaszinó. Igen. És az elmúlt időszakban ez az épület alapvetően eléggé megkopott már, és úgy láttuk, hogy érdemes kicsit újra gondolni. Alapvetően három projekt keretében újult, vagy még folyamatban van, tehát újul meg az épület. A nagy terem az a úgynevezett CLLD program keretében kapott támogatást, és teljesen új világítási rendszer készült el a nagy terembe. Az önkormányzat saját erőből megcsinálta a padozatot, kicserélte a nyílászálókat, kifestette a nagy termet, és ezt követően úgy gondoltuk, hogy az épület többi részével is kell foglalkozni, és a fiatalokkal egyeztetve, illetve a CLLD munkaközösség, ez a helyi közösségi fejlesztési program keretében pedig a közösség úgy látta, hogy érdemes lenne ezt az épületet kibővíteni, és a fiatalok számára lehetőségeket biztosító funkciókat kéne ezen a területen megvalósítani, és ezért került megtervezésre az épület. Szerencsésen összeért a befejezés, illetve a Veszprém Egyetem bejelentkezése, hiszen most az új termekbe a Veszprém Egyetem kezdte el a képzéseket, ami alapvetően a fiatalok tovább tanulását tudja segíteni. Igen, hiszen egyfajta utánpótlás, képzés az egyetemisták számára, vagy leendő egyetemisták. És azt szeretnénk, hogy minél több és változatosabb programok legyenek. Igen, hát akkor lehetőség adott, ugye, csak ki kell használni. Hát nyilván sok épület, minden kell ahhoz még. És ez az épület már energetikai szempontból kiemelten az új szabványoknak megfelelően készült, tehát már három rétegű nyílászárók vannak, a tető is szigetelt, az aljzat is szigetelt, padlófűtés található benne. Nem nagyon kapcsolt be a téli időszakban a fűtési, padlófűtési rendszer, mert olyan jól lett szigetelve. Majdnem passzív lett az épület. Hogy, igen, azt tapasztaljuk, hogy ami nem ebben, nagyon megy ki. Ebben az időben nem egy rossz hír. Befejezésül az Európai Mobilitási Hétről szeretnék kérdezni. Itt van a nyakunkon, hát amikor ez az interjú elhangzik, valószínűleg még 3-4 nap lesz hátra Ajka rajtjáig például. Megvannak-e már a programok, hogy mi lesz a Mobilitási Hét programja? A város közel 8 éve vesz részt az Európai Mobilitási Hét programba, amelynek a célja az, hogy ösztönözze a városok lakóit, hogy hagyják otthon a gépkocsikat, és helyette inkább vagy tömegközlekedéssel, vagy kerékpárral, vagy gyalogosan közlekedjenek, vagy pont ezeket a közlekedési eszközöket kombinálják. És direkt ennek érdekében az Európai Unióban szeptember 16 és 22-e között egy kampányidőszak indul, és Ajkán is az rendszeres programok vannak, tehát mindig ebben az időszakban van az Ajka rajtja, ami pénteken kvázi egy megnyitója is a dolognak. Az Ajkai Rendőrkapitányság mindig közreműködik, és ez nagyon nagy segítség nekünk, hiszen az iskolákba, óvodákba kimennek, tájékoztatást tartanak, a pedagógusokkal együttműködve tampáját alakítanak ki az udvaron, ahogy a gyerekek kerékpáros közlekedési tampáján gyakorolhatnak, illetve elméleti képzést is kaphatnak. A nyugdíjasok számára mindig egy sétát szoktunk szervezni, illetve tavaly sikerült már kerékpáros reggelit is szervezni, és idén is szeretnénk, hogy kerékpáros reggelivel köszöntsük remélhetőleg 22-én
a reggeli órákban kerékpárral munkába, illetve iskolába indulókat. Igen, hát ön nem az, aki vizet prédikál pontosan és bort iszik, mert ide is kerékpárral érkezett, és gondolom minden is azzal megy el. Halimbáig? Nem, Ajkán lakult, tehát a bányásztelepen, úgyhogy... Akkor nem vár nagy megpróbáltatáson, de továbbra is zászlajára tűzi a kerékpáros közlekedés ügyét, gondolom. Igen, és én úgy gondolom, ha jól értesült, hogy... ezzel vannak vitái is a polgármester ezen területen, hogy most több parkot vagy több kerékpárutat, de majd valahol megállapodnak, gondolom. Szerintem elég sok pályázat van beadva kerékpárútra, illetve jelen pillanatban már a Csingeri kerékpárút épül, ami a kenyérgyári körforgalomtól egészen Jókai utca, Jókai elágazóig fog tartani, ez közel 1,5 kilométer, tehát bővülni fog az Ajkai kerékpárút hálózat, illetve további tervek vannak, tehát készen van a terv, és beadtuk a pályázatot már januárban a Tósoki kerékpárút hosszabbítására. A Sport utcán szeretnénk végig kerékpárutat, illetve a belső hálózatot is szeretnénk átalakítani, illetve még több kerékpártárolót szeretnénk kitenni a városba, és kiemelten úgynevezett B plusz R típusú kerékpártárolókat, ami, mint például a hivatal előtt vannak ilyen kerékpártárolók, amihez oda lehet támasztani a kerékpárt. Tehát ha lehet, akkor akár télen is kerékpárral szeretek közlekedni. Én úgy gondolom, hogy ha Koppenhágában, ahol az egy kicsit hidegebb az időszak, meg lehet oldani, akkor nálunk is. Tehát benn van a oldalzsákban egy esőnadrág, egyszer kellett eddig használnom. Tehát pedig körülbelül egy havonta körülbelül max. 2-3-szor megyek gépkocsival, az összes többi alkalommal kerékpárral. Tóth Gergő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Nagyon szívesen.